Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetésekben. Gondolom önök közül is rendelkeznek jó pár olyan ismerőssel, aki szó szerint ebbe az életművész kategóriába tartozik, és a szó jó értelmében vett életművész. Nagyon sok minden területen ott mozog, nagyon sok területen megállja a helyét, és folyamatosan keresi az újabb kívásokat. Na mai napon egy ilyen fiatalembert hívtam meg ide a fehérvári beszélgetésekbe. Vendégem a stúdióban Alexa Ákos. Szia, köszöntelek téged. Szia, Zoli. Ugye úgy mondtam, hogy életművész is a szó jó értelmében, hiszen te tényleg valóban az vagy, amióta ismerlek, te mindig kipróbálod magad az élet számos területén. Nyilván ennek van egy fonala, és ez a fonal nem más, mint az előadó művészet, főleg te ott jeleskedsz, musical, operett, télapó szerepben, bűvész, bohóc, tehát minden az ég adta egy világon, mindent kipróbáltál. Ez gyerekkorodból jön? Gyerekkorodban is már ilyen szereplő típusú voltál, vagy akkor teljesen másfajta voltál, másfajta gyerek voltál? Hát gyerekkoromban inkább visszahúzódó voltam, és hát egyszer csak jött az áttörés. Édesapámnak volt egy nagyon jó barátja, ő bűvész mai napig. Igen. Én mai napig beszélek vele, eljött egy névnapi vagy szülinapi bulira, már nem is emlékszem, és ott mutatott egy-két trükköt, ott varázsolt, tök jó volt minden, és ott megtetszett, és akkor elmentünk anyukámékkal Pestre, és az első bűvészkellékemet megvettük a bűvészboltba. Szerintem minden gyereknek az az első kellék egy golyós kehely. És de ez már nem ilyen Rodolfo doboz volt, ugye régen volt ilyen Rodolfo készlet, talán ez volt a neve. Igen, igen, ez már nem Rodolfo, ez külön egy külön trükk, most már nagyon sok gyerek ismeri, hiszen most már nagyon sok áruházba lehet venni. De ez egy ilyen kis jópofa golyós trükk, eltünteted, előveszed a zsebedből, hogy hopp, itt van. Mai napig azért előveszem én is a gyerek zsúrokon, csak egy kicsit átvariáljuk, és azért színesebb lesz így. Na, onnan indult el ez az érdeklődés, és akkor ez így, hát egy-két évig ment, és utána egy abba maradt. És igazán 2018-ban jött elő ez az egész, amikor így azt mondtam, hogy na akkor most nagyba kell csinálni. Azért előtte egy pár évvel csinálgattam, és így mondtam, hogy na most az, amikor így két éve, hogy na most nagyba csináljuk, és akkor már nagyobb show-kat csináltam. Könnyű egyébként ezeket, mert ugye vannak ilyen kellékboltok, mondtad, ahol lehet venni varázsló cuccokat, varázsló kellékeket. Igen. Ugye az ember úgy képzel, hogy kívülálló, ez tök jó, megvan a trükkje, adva van az egész, igazából neked csak be kell mutatni, de ez ennél bonyolultabb, gondolom. Persze, hogy bonyolultabb, hiszen nem csak az, hogy én gyakorlok, hanem itt nem a showt adom el, itt magamat kell eladni az előadás közben, szóval azért humorizálni kell. Ez nagy mondás egyébként, igen, és kommunikálni a közönséggel. Igen, végig, teljesen interaktív az egész. Hiába mondom azt, hogy zenés és interaktív gyerekműsor csinálok, vagy felnőtt műsor, vagy esetleg lánybúcsút, legénybúcsút, ott azért végig kommunikálok velük, mert egy-egy beszólása van a gyerekeknek, a gyerekek nagyon kritikusak. Igen. Szóval, ha látom, hogy már alszik el a gyerek konkrétan a székbe, akkor hú, akkor itt valamit nem jól csinálok, akkor kicsit csavarjunk rajta, de közben hiába gyerekműsor, a szülőket is kell szórakoztatni, hiszen nem a gyerek mondja azt, hogy hú, ő fog fizetni nekem a végén, hát igen, hanem ha a szülőnek tetszik, akkor biztos vagyok benne, hogy a gyereknek is, és akkor ez a szülő vissza fog engem hívni. Visszatérve erre, kell gyakorolni. Hát nem egyszerű. Van egy-két kellék, amit itt csak előkapok, és azért tényleg megcsinálom, de azért van egy-kettő, ami veszélyesebb, ugye tűzzel dolgozok jó részt a látvány miatt, és azért ott gyakorolni, hogy azért ne gyulladjak föl én se. Mondjuk az igen, hogy bűvész bácsi elég a végére. Igen, igen, az egy különleges trükk. Tehát akkor ennek hatására, tehát látta egy ilyen bűvész mutatványt, ennek hatására jött meg benned a szereplési vágy, így alakult. Te is, hogy emberek előtt, vagy embereket szórakoztatva akarod élni az életed? Ez hát volt az igen, áttörés, igen, ez volt az, amikor azt mondtam, hogy most idén lecseréltem a főállásomat, és azt mondtam, hogy na nekem ez az életem, és mindenki azt mondta, a barátok, a rokonok, a párom, édesanyámék, hogy jó lenne, hogyha csak ezzel foglalkoznék, és én azt mondom, hogy most találtam meg a helyemet az életben, és tényleg ez az, ami éltet, és ugye a gyerekek szeretetén nagyobb nincs. Hogyha látom azt, úgymond, mint Mikulás, hogy a gyerekek csillogó szemmel várnak, és az igazi varázslat, az az igazi mese világ, amiben én belecsöppenek akkor, akkor ott minden gond elszáll az én fejembe is, a szülők fejébe is, és a gyerekek fejébe, hát nekik nem is kell gondolkodniuk.
Persze, tehát akkor te is azt valod, inkább az ember a szívére hallgasson, az eszére ebben a tekintetben, tehát kövessük azt a fajta álmot, amit megálmodtunk magunknak, és akkor az legyen az életünknek egy vezérfonala, mert előbb-utóbb az azért betérül, visszaadja. Ez így van. Ez igaz, ez működik? Ez igen, ez így van. Sokan nem mennek, ahogy látom, ismerősi körben is, sokan nem mennek lépni, rengeteg embernek megvan az álma, a vágya, utálja a munkáját, utálja a hétköznapokat, és mindig dédelgeti magában azt az álmot, hogy de jó lenne egyszer, hogyha úgy ébrednék fel, hogy azt csinálom, amit nagyon-nagyon szeretek, tehát akkor ezt mindenképpen javaslod neki. Ez így van, ez fontos. Teljesen más lettem én is, lelkileg, testileg is, hogy én most konkrétan csak azt csinálom, amit szeretek. És azért ez nagyon fontos. Nyilván megvan a nehézsége is, hiszen most a jelenlegi helyzetben, ugye, amikor forgatjuk, javában tombol a Covid, javában ugye a rendezvényeket ki kellett húzni a rendezvénynaptárból mindenkinek, minden előadó művésznek, tehát ilyenkor azért, hogyha őszinték vagyunk, ez egy elég nehéz helyzet jelenleg. Ez egy nehéz helyzet, de hát mindenre van megoldás. Hiszen azért én töröm a fejemet napról napra, hogy mi az, amivel mégis a varázslatot meg tudjuk teremteni a gyermeknek, ezért nagyon sok online dolog van már. Ugye a gyerekek is nagyon sokan már a tévét nézik, ugye nem úgy van, mint én, mikor gyerek voltam, hogy anyukám mesét mondott, hanem azért odaültetik a tévé elé, laptop, stb. Igen. És akkor most jött az online Mikulás. Uh-huh. Úgyhogy a Mikulás találkozhat így is a gyerekekkel, a gyerekek láthatják a Mikulást. Tehát online fogadó órát tart. Így van. És a konkrétan a Mikulás dolgozó szobájából fog üzenni a Mikulásunk. De jó, akkor ott láthatnak csomó Mikulás kelléket, Mikulás cuccot, hogy éli a Mikulás a hétköznapokat. Igen, és varázslatokkal teli a videó, hiszen azért megtudják a gyerekek, hogy honnan érkeznek a levelek hozzá. Uh-huh. Sok varázslatot teszünk bele, nem egyszerű, de nem félünk a kihívásoktól. Foglalkozol még te színészkedéssel, színészettel, énekléssel, azt azért említem egy kalap alatt, mert ahogy láttalak téged énekelni, inkább musical és operett vonalon indultál el, ezt nagyon szereted, és ahhoz te nagyon fiatal ember vagy, fiatal vagy, hogy ezt a vonalat képviselt, általában ugye az idősebb generáció szokta ezt képviselni, ez akkor gondolom közel áll a szívedhez is a hétköznapi életben. Hát az operett az igen. Uh-huh. Szóval így beleszerelmesedtem az operettbe. Jó, és én is szeretem, egyébként tök jó az operett. És nagyon sok fiatal azt mondja, hogy hú, mi ez? Uh-huh. De amikor meghallja a színpadon azt az egy-egy számot, akkor hú, én ezt már hallottam valahol, és azért ez mégis jó, és valakinek megtetszik. Uh-huh. Nagyon sokan kérik, hogy hát szülinapra nem énekelné föl egyet videóba valamit a nagymamának, mert hát most... De tényleg ilyen is szokott lenni? Aha. Igen, ebben a helyzetben nem egyszerű, és akkor videóba elküldjük a nagymamának, és annyira boldog, hogy egy Hajmási Pétert énekelek neki. Mondta az egyik ismerős, neki csináltam meg, hogy a nagymama táncra is perdült, tényleg, és énekelte jó, velem. A 94 éves nagymama táncra perdült, eldobta a botot, azt mondta, hogy hát ő ezt annyira szereti, és táncra perdült. Hát mondom, hajrá. Tehát akkor megvan az operett, musical vonalon is valamilyen szinten mozogsz. Musical is van, most nagyon retróra mentünk rá, mert nagyon sokan szeretik a retrót. A régi számokat elővettem, kicsit felújítottam egy nagyon kedves zenész barátommal, és most a retró megy. És vannak hozzá zenei alapjaid van neked, a zenei alapok, és akkor arra énekelsz rá. És arra énekelek rá. És fellépéseken élőben énekeled rá, élőben. Vagy playbackről? Csak élőben. Itt fél playback van, én azt szoktam mondani, hogy a zene megy, én meg énekelek, mert az énekelek, és akkor lemegyek közéjük. A közönség szeret énekelni. Az elején nem mindig, de rá igen, lehet igen. Őket venni. Meg attól függ, mennyi alkohol fogy, ugye? Hát igen, az is számít, de valamikor elkap engem is a hangulat, és lemegyek, és simán belülök egy nagymama ülében énekelni egy szerelmes számot. Ez nem semmi. Úgyhogy... Az nem egy egyszerű dolog, ugye én is szoktam színpadon műsort vezetni, én például soha nem tudom, én olyan típus vagyok, én nem szoktam lemenni, mondjuk egy műsorvezetőnek nem is dolga lemenni az emberek közé, de az kell egyfajta lelkierő, elhivatottság, meg egyfajta magabiztosság, hogy az ember lemerjen menni, mert benne van azért az emberben, hogy na mi van, hogyha nem, mi van, ha nem figyelnek rá, mi van, hogyha nem akarnak együttműködni, lereagálni, meg tudomásul venni pont produkció közben az embernek, hogy ne is szegje a kedvét, azért az rutint is igényel, meg mondom, egy elképesztő lelki erőt. Hát igen, de jártam már úgy, hogy lementem, és nem foglalkoztak velem. Igen? Volt igen, már olyan? Volt ilyen. És akkor mi volt utána? Tehát hogy vetted ezt tudomásul? Mennyire érintett meg téged? Hát az nehéz volt. Igaz? Az úgy kicsit szívembe ütött egy kicsit az, hogy lementem, és... Igen, ennyire rossz vagyok? Igen. Nem tudom, melyik buszon ülök, de lehet, hogy nem a jó buszra szálltam most föl. És konkrétan így nem tudtam magam mit kezdeni, hirtelen mondom, most mi következik? Azt sem tudom, melyik szám, és mondom, akkor haladjunk tovább a számokkal. És visszamentem a színpadra, és énekeltem tovább, de a közönség az úgy aludt. Mondtam, jó, rossz napjuk volt.
Igen. Azt szokták mondani, hogy rossz közönség nincs, csak az előadóval van valami. Nem biztos, hogy ez megáll helyét teljesen. Tehát valamikor tényleg van az a közönség, akik éppen nem vevők semmire. Hát igen, igen. Van a jó közönség, meg van a kevésbé jó. Igen. Ha jó közönség van, akkor tombolnak és táncolnak és énekelnek végig. Hát a rossz közönség meg csak ül és néz. De ha sikerül, a rosszból is jót lehet csinálni. Ez így van. Énekelni te tanultál tanártól, profitól, vagy otthon nekiálltál? Én 8 évig énekzenei iskolába jártam a Kodályban. Azért sokat köszönhetek úgymond nekik így visszatekintve, bár én annól nem szerettem a kórusba járni és egyebek. De viszont ott azért fejlesztették a hangomat. És hát azért voltam színházban is, ugye a színházban is játszottam, ugye a Hári Jánosban, és azért ott tényleg, meg azért utána vissza-vissza jártam, és akkor még a Szurdi Miklós rendezővel, igen, nagyon jó barátságban voltunk, és nagyon sok mindent megmutatott, csinyát, binyát a színháznak, és azért ezt köszönöm neki is, hiszen azért egy fiatal, 13-14 évesen nem biztos, hogy belát olyan berkekbe, mint én anno. Persze, persze. Meg ugye ott a tánc, színpadon mozogni kell, táncolni, akkor gondolom színház sokat segített ebben a dologban, meg gondolom saját magad is otthon tükör előtt gyakorolgattál. Hát tükör előtt nem állok be, hát azért nem vagyok már 40 kiló, de a színpadon sem nagyon szeretek táncolni. Ha elmegyünk bulizni, nincs vele gond. A színpadon a tánc az feszélyez. De jobb eredben kell azért, tehát hogy nem állhatsz. Néha elkezdek táncolni, de az tetszik nekik. Na, hát de azért van benne poén is, úgyhogy elpoénkodjuk egy kicsit a tánc részét, ezért mindig szoktam mondani az egyik kedves barátom, aki néha-néha rávesz, hogy akkor tanuljuk meg egy új koreográfiát, és akkor úgy rávesz, és akkor mondja, hogy hát nem úgy csináltad, hogy kéne. Hát mondom, figyelj, nem úgy jött ki a lépés. Hogy nem színész lettél, ugye ezen gondolkodta pont a beszélgetés alatt, hogy nem mondjuk színész lettél, de szakmád eredetileg neked mi, minek tanultál? Az én szakmám eredetileg jogi asszisztens és ifjúságsegítő. Hát a segítő az megmaradt, hangulatsegítő. Igen, de aztán az élet teljesen másfele vitt, lettem postás, lettem értékesítési csoportvezető, minden voltam a postán, és így utána találtam meg úgymond önmagamat, hogy végre visszatértem erre, de hát a színház az még mindig a szívem. Elég fiatal vagy még egyébként, és azt mondják, hogy soha nem késő tanulni, soha nem késő valamit elkezdeni. Nem gondolkodtál ebben a pályában, hogy valami színi tanodába beiratkozni, felvételizni esetlegesen, és mondjuk tényleg hivatásosként ezt csinálni? Gyerekkoromban jártam színi tanodába, akkor még az Adorján Viktor csinált egy színi tanodát Fehérváron, és én jártam hozzá, nagyon szerettük. Aztán ugye bekerültem a színházba, utána megpróbáltam a színművészetit. Igen. Hát ott kiraktak az első rostámmal. Ez egy nem szégyen, nagyon nehéz, tehát színművészetire bekerülni, meg ugye ők is emberek, tehát attól függ, hogy kellnek, hogy ébrednek. Persze. Tehát nem biztos, hogy az ember, akit kitesznek, rögtön, hogy az rossz, meg nem jól csinálja, csak lehet, hogy pont olyan napja volt esetleg. Hát igen. Minden a rendezőinél azért a második rostáig eljutottam, de viszont a színésznél az első már kiestem. Nem volt az én napom. Mennyire érted csapásként egyébként? Mennyire fogtad fel csapásként, hogy úristen? Én azt mondtam, hogy soha többet. Soha többet nem. Azt mondják, hogy elég megalázó helyzeteket tudnak teremteni, legalábbis már többi rostán. Az első lehet, hogy nem, de többi lehet, hogy nagyon-nagyon durva dolgok is van. Az első az durva volt nekem. Miket kell csinálni egy ilyen színi felvételin? Tehát anyám tyúkját nem illeg elmondani nyilván. Hát nem, én Robert Bernstein korai még a konyt nekem című verset mondtam, és azért egy nem 40 kilós pasi szájából úgy kezdődik a vers, hogy gyöngécske lány vagyok még. Oh, na yeah. Hát most igen. És akkor furcsán néztek rád egy belúr is. Nem, azt tetszett nekik, jókat röhögtek, és akkor mondták, hogy játszam is el. Na, ott már azért azt éreztem, hogy na most... Tehát már baj lesz gyöngécske lány. Igen, na most akkor mi van? És akkor ott kicsit azt éreztem, hogy na most van az, hogy visszalépek egyet. És lehet, hogy nem kellett volna akkor visszalépnem, és akkor lehet, hogy most már színész lennék. De jobban szeretem ezt a szabadúszó. Tehát nem is akarod megpróbálni hivatásos színész, szabadúszó, saját műsorait csinálod, koreografálod. Igen, sokkal jobb. Úgymond saját magam rendezem. Melyik műsor jön be a legjobban? Tehát most ugye van itt Télapó, Bűvész, Bohóc, musical, operett, színészkedés. Melyik, ami a lehető legjobban a te utad, azt érzed? A legjobb az a Mikulás. Tehát az bírod a legjobb. Azt azért szeretem, mert tényleg ott varázslatot csinálunk. Ott azért az ünnep szellemét a gyerekek szívébe, a szülők szívébe bele lehet lopni. És ez nagyon fontos a mai világban. Persze. Azt szoktam, főleg most, a mostani helyzetben. Igen. Azért szoktam mondani, hogy akkor jó a világ, ha jó benne gyereknek lenni. Ez nagy mondás. Igen. És
fontos az, hogy a gyerek ne lássa meg ezeket a hétköznapokat, amiben most élünk. Ő maradjon a varázslatban, maradjon a mesébe. Hiszen mindenki volt gyerek, és hogyha visszagondolunk, gyerekként nekünk se a rosszat mutatták a szüleink, hanem azt, hogy karácsonykor azért ott volt, jött a Jézuska, a meglepetés tényleg, és nekem még mindig a gyerekkori karácsonyok így megvannak, anyukám még nagyon szép karácsonyokat tudtak csinálni, mai napig tudnak varázslatot csinálni. Hát, felnőttként már másabb. Persze. Igen, de azért el tudok varázslatot. Édesapám nagyon szeret szivatni konkrétan karácsonykor. De tényleg? Persze, simán becsomagoltatja velem a saját ajándékomat, és azt mondja, hogy a bátyámé. És tök jókat röhög rajta, hogy már megint sikerült, és sose veszem észre, de nem baj, de ez itt tök jó. Amikor együtt van a család, reméljük, hogy idén is együtt lesz. Nem lesz meg a 10 fő. Ja, igen, igen, betartjátok a korlátozások minden sorát, mondatát. Igen, a macskát otthon adjuk, akkor pont 9-en akkor pont 9-en vagy igen. A környezeted ugye nyilván nagyon vegyesen reagál a tevékenységedre. Gondolom, valaki bátorít, valaki azt mondja, hogy hagyd abba. Mi a reakció, mi az, amit észrevettél? Sokan azt mondják, hogy hú, de szeretem hallgatni, amikor énekled a nélküledet például. Valaki azt mondja, hogy hát, ezt inkább nem kellett volna. Meghallgatom. A kritikát is szeretem. Minden kritika épülő. Csak meg kell nézni, hogy ki mondja. Igen. Nem azt nézem, hogy mit mond, hanem hogy ki. Igen. Ez a lényeg. Úgyhogy, de tényleg az visszatér, vagy a Mikulás, az minden. És nagyon nagy terveim vannak a jövő évre való tekintetben. Ha minden úgy akarja, akkor sikerül is. De erről még nem árulok el semmit. Jó, hát kíváncsian várjuk ezt a dolgot mindenképpen. Rengeteg kérdésem lenne, még például a fellépések kapcsán érdekel engem, hogy amikor mondjuk egy fellépés nagyon jó sikerült, vagy rosszul sikerült, azt érzed? Tehát az úgy lejön benned, hogy most ez most jó volt, Ákos, nagyon szuper volt, vagy úristen, ki se álltam volna. Volt már ilyen, amikor úgy érezted, hogy úristen, nem kellett volna fölkenni sem a mai napon, annyira gáz volt? Én minden egyes fellépésemnél ezt érzem, amikor lejövök a színpadra, hogy hú, ez valami botrány volt. És akkor mondja a párom, hogy normális, vagy ez tök jó volt. És a közönségben is jönnek oda, hogy hú, de jó volt. Nem, szerintem ez nem volt jó. De ez csak úgy lehet, ha valaki maximalista, szerintem, nem? Tehát elégedett magával az ember, akkor bekerül egy lej, vagy lekerül egy lejtőn, és igen, a produktum az lejjebb megy, vagy annak az értéke mindenképpen lejjebb megy. Igen, hát én mindig azt mondom, hogy hát adhattam volna többet is, és nem tudom, hogy miért nem adtam. Igen, inkább maximalista vagyok, én azt mondom ilyen téren, hogy azért 100%-ot szeretném nyújtani, és lehet, hogy 100%-ot nyújtok, de akkor nekem az 200-nak kéne lennie. Persze, persze, így van. Mik a jövőbeli nagy-nagy tervek, amiről mondjuk már lehet beszélni, vagy amit úgy dédelget, szövögetsz magadban, mondjuk 10 év múlva nézünk egy időt, hol szeretnél tartani? 10 év múlva ugyanígy a vállalkozásomba természetesen. Akkor már lehet, hogy gyerekkel, sőt, biztos már gyerekkel. Tehát rajta vagytok a projekten, a gyerekprojekten? Gondolkodunk rajta, de ráér még. De szeretném ezt a varázslatot megtartani mindenképpen, és ez a jövő évi tervemben is múlik, hogy ha sikerül, akkor a varázslat megmarad, és akkor remélem, hogy egész Fehérvárra el tudom hozni a varázslatot. Tehát akkor a Mikulás vonal az mindenképpen megmaradjon, de ugyanúgy az operett, a musical, az a színészkedés. Az operett, musical is megmarad mindenképpen, meg azért az új gyerek előadások. Van egy nagyon kedves írónő barátom, ő olyan nagyon szép meséket ír, és megkért, hogy vigyem színpadra. És most ezen dolgoztam nagyon sokáig, amíg már nem jött a vírus sajnos, igen, már a gyerekeknek nem tudtam bemutatni az új meséjét, de dolgozunk rajta is. Jobbá tesszük jövőre. Pont ezt szerettem volna kérdezni, ugye, hogy hát rengeteg társulat van, amatőr, profi vagy profi társulat. Kerestek már meg téged, hogy csatlakozz hozzánk, de jó lenne egy ilyen táncos komikus, mondjuk ez lehet téged így apostrofálni, hogy egy ilyen alkató ember volt már mondjuk erre megkeresésed esetleg? Én mikor is jó pár éve inkább azt mondom, Pesten játszottam egy, az is Mikulásos dolog volt, egy cégnél, 2 évig, és utána elköszöntünk egymástól. Jó volt, szerettem. Nem tudom miért, de a karácsony és a Mikulás a mánia nálam. Úgyhogy úgy látszik ez. De hát más társulattal nem találkoztam még. Így. Vagy mondtam, elég fiatal ember vagy, tehát korosztályhoz képest te elég komoly ember vagy, de már régebben is, amióta ismerek téged, te mindig az voltál. Tehát sokkal, de sokkal komolyabb, élettapasztalattal telibb és bölcsebb, mint mondjuk a korosztályod. Ezt mondják rád egyébként? Hát igen, ezt úgymond a nagymamámtól örökölhettem. De igen, ő is ilyen volt a mama? Igen, ő mindig bölcs volt, és mindig megmondta a tutit, de amúgy nagyon jó poéngyáros volt. Úgyhogy
ő volt az, aki mondta, hogy jó van, ne foglalkozzál senkivel, csináljad, tudod, hogy mit kell csinálni. Uh-huh. Úgyhogy most már föntről segít, uh-huh. de biztos, hogy segít, én azt mondom. Igen. Milyen könyveket szoktál olvasni? Lassan tényleg közelítünk a műsor vége felé, mint szokott téged ebben segíteni, támogatni lelkileg, érzelmileg? Mi az, ami neked úgy erőt ad? Hogyha van rá idő nyilván olvasni rengeteg tevékenység. Hát olvasni mellett. Már nem annyira uh-huh. szoktam. Mostanában ugye az Ildikónak a mesekönyvét olvasom, folyton ugye írom át színpadra, de inkább a mesevilágban maradunk, uh-huh. én azt mondom. De van egy vonal az ezotéria, azzal is foglalkozok azért. Uh-huh. Tehát az is megérintett téged. Ott is vannak benne jó dolgok, nem kell az ezotériát leírni, sokan leírják. Abban is van rengeteg szemét, rengeteg gagyi, de vannak benne jó dolgok, amiből tényleg lehet fogódzót találni, vagy a vallásban, vagy bármiben, csak az ember higgyen valamiben, és abba találja meg a vigaszt. Ez így van. Ákos, ezt kívánom neked, meg hogy teljesüljön minden terved, és köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm. Önöknek is köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.